Magyarország számára kiemelt cél a környezetvédelme és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Így fogalmaztak a tavaly elfogadott országos klímastratégia megalkotói. Azóta hasonló környezetvédelmi akcióterveket dolgoztak ki a megyei önkormányzatok is. Most pedig a településeknek kell megalkotniuk a saját ilyen jellegű koncepciójukat. Ezekre ugyanis a jövőben sok uniós pályázatnál szükség lesz majd. A Tolnai megyeszékhelyen már évek óta hatályban van egy korábban életbe lépett stratégia. Most ennek átalakításán dolgoznak szakemberek és a polgármesteri hivatal munkatársai. Ezzel kapcsolatban tartottak egyeztető fórumot a Városházán. Van egy első verzió, egy első változat, ennek a véleményezése zajlik most. Ezt követően pedig lesz egy végleges, és akkor a végleges dokumentumnak fog majd megtörténni a társadalmasítása. Tehát a dokumentum alapján lesznek majd különböző rendezvények, konferenciák, műhelymunka, tanulmányi verseny, tanulmányi kirándulás. Ez a tanév során, tehát júniusig kell, hogy lebonyolódjon. A most még társadalmi vita szakaszában levő klímastratégia olyan ajánlásokat fogalmaz majd meg, amiket betartva Szekszárd lakói maguk is sokat tehetnek a környezetvédelem érdekében. A cél, hogy 2030-ra jelentősen csökkenjen a megyei város károsanyag kibocsátása. Erre minden esély meg is van, hiszen Szekszárd a környezetvédelem terén évek óta élen jár, mondja a stratégia átdolgozásáért felelős szakember. Amit megtehetünk az, hogy a lehető legkevesebb, hogy kevesebbet használjuk az autónkat, többet közlekedünk gyalog, vagy többet közlekedünk kerékpárral, egy kicsit visszafogjuk a fogyasztásunkat, túlfogyasztásunkat, kevesebb húst teszünk, vagy kevesebb élelmiszer dobunk ki. Ezek mind közvetve hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezekkel a problémákkal megküzdjünk. Az új klímastratégia végleges változata tehát a tervek szerint már akár néhány hónapon belül elkészülhet Szekszárdon.